Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Herman Etelkát, Győr megyei város környezetvédelmi osztályának elnökasszonyát. Köszönöm szépen, hogy így a 2024-es év első napjaiban rám érsz. Tulajdonképpen egy nagyon rövid kis 2023-os visszatekintést szeretnék, de úgy, hogy nem én beszélek, pedig ez rám ugye jellemző. Különböző ökovedélkedőket tartottatok, aztán madáretetőket helyeztek ki minden év elején, ez nyilván most is zajlik, folyamatos faültetés, és ami biztos, hogy szintet lépett, pedig nem volt akármi, az első, illetve a második Győri Zöld Klíma Expo, a harmadik minden igényt kielégített. Jól mondom-e én ezt, kedves osztályvezető asszony, beszélgetésünk elejé? Igen, neked is boldog új évet kívánok, és köszönöm a azt pedig nem is mondtam, látod, hát. Nem baj. Tehát nagyon sok mindent csináltuk, igen, a 2023-as évben. Az óvodák részére osztottunk madáretetőket, akkor volt a Sövény Ökodiák Olimpia környezetvédelmi vetélkedő az általános iskolásoknak. Egyik nap ugye a fogyatékkal élők részére, második nap pedig az épiskolások részére. Volt sportos vetélkedő benne, de volt benne elméleti rész is, mind a környezetvédelem, meg a szemléletformálás jegyében. És természetesen volt a harmadik Győri Klíma Expónk a futással összekötve, ami idén nagyon-nagyon sikeres volt, én úgy gondolom, mind a látogatók számában, mind a nevezők számában, és azért egy apró kis hulladékcsökkentési héten is részt vettünk, ott pedig igyekeztünk a dolgozókat bevonni, az önkormányzati dolgozókat, valamint a társcégeket is, úgyhogy mindenkinek köszönjük a közreműködést. Idén újból mindegyiken szeretnénk megszervezni. Volt időd most kicsit pihenni, így a kis Jézus megszületése alkalmával, szilveszter, mert tényleg te az a típusú hölgy vagy, aki nem csak azért, hogy ebből most az ember tasnádi villát épít, nyilván nem, mert ugye a közisviselők, közalkalmazottak nem keresnek úgy, mint kellene, de te annyira lelkes vagy, és mindig ezzel foglalkozol, hogy én tulajdonképpen csodálom a munkádat. A harmadik Győri Zöld Klíma Expónál érezhető volt, hogy még jobban rámentek a fiatalokra preventív jelleggel, tehát az, hogy több busznyi fiatal érkezett kifejezetten arra a napra, amikor nekik csináltatok programokat, a két testvérvárosunkat, a 13-ból rengeteg eljöttek, szabaduló szobával kedveskedtetek, nagyon jók a tematikus tereken ugye a kiállítók, és olyan előadások vannak, amit ők is érdeklik, mert ugye a mai világban, amikor olyan telefonjuk van, hogy headline-okat nézegetnek, mindent tudnak, nekik nem elég már egy tábla, mint ami ott van a múzeumokban, lassan a QR kód is már elavult, tehát az ő figyelmüket mindenképpen fel kell hívni, és ebben is jók vagytok, úgy látom. Igen, köszönöm szépen a dicséretet. Nagyon sok diák, szerintem olyan 1500-2000 közötti diákot sikerült a tavalyi év során bevonnunk a Klíma Expóba, tehát őket tudtuk busszal szállítani. Két napot szántunk rájuk, tehát két napig biztosítottuk nekik ezt az ingyenes buszos szállítást, és egy applikációt is le tudtak tölteni. Volt egy játék is részükre, amivel még jobban be tudtuk őket vonni így az expóba, és még több információhoz jutottak itt a környezetvédelem területén. Január első napjaiban már a negyedik Győri Zöld Klíma Expót szervezett, gondolom én, paralel a többi rendezvénnyel. Azok a társszervek, akiket megköszönöm, hogyha felsorolnál, mind az elsőben, mind a másodikban is segítettek. Velük ugye a kapcsolatfelvétel már megvan, nyilván azokkal az emberekkel, akik ugye tulajdonképpen az ő kollektívájukat viszi, de azért mindig van valami új, mindig van valami, amitől a negyedik majd több lesz, mint a harmadik, és ez nem az a lényeg, hogy túlszárnyaljuk akár a számokat, akár a programokat, de látom, hogy valami újjal mindig kedveskedtek. Igen, már tervezzük a 2024-es évet, ugyanúgy a Zarabóna a Sopron megyei Vármegyei Iparkamarával, valamint a Széchenyi István Egyetemmel. Velük már ugye több éve együttműködünk, és nélkülük a szakmai napot se tudtuk volna létrehozni, valamint
a testvérvárosunk közül Brassót és Dunaszerdahelyet is meghívni az expóra, mert ők is kiállítottak egyes standdal. Ökovetér, és hát most igen. Mondj elnézést, 2024-ben több testvérvárost igyekszünk meghívni, többen érdeklődnek a rendezvényünk iránt, már pályázatokat is adtunk be, úgyhogy a munka az már októberben elkezdődött, 2023. októberében, hogy minél sikeresebb és széleskörűbb legyen a Győri Klíma Expónk itt 2024-ben. Számtalan ökovetélkedőt is készítetek, szerveztek, illetve organizáljátok. Ez volt tavaly, nyilván idén is. Ez is elsőbb a fiataloknak szól, hogy az ő szintjükön, az ő játékosságukkal szellemesen megmutassátok azt, hogy valóban a 24. órában vagyunk, de nyilván nem elrettentő jelleggel, mert én mondjuk fenékbe rúgdosnék nagyon sok embert neki futásból, de ez valószínűleg a Herkeli féle pedagógia, ti nem így vagytok. Ezeknek az ökovetélkedőknek is van értelme, kedves Etelka, én úgy látom. Én is úgy gondolom, hogy van értelme, és érdemes a fiatal korosztályt minél szélesebb körben bevonni. Ezért is hoztuk létre, vagy rendeztük meg már másodszorra is 2023-ban a Sövény Diákök Olimpiát, ami 2024-ben is megrendezésre kerül. A fenntarthatósági hétre tervezzük. Úgyhogy várjuk a diákokat, meg fogjuk keresni az iskolákat, általában ez az általános iskola felső tagozatosok tanulóinak szól. Aztán a madáretetéssel hogy állunk? Ugye talán elsőként foglalkoztunk a legtöbbet ugye a fecskékkel, most ennek a hátterével ugye nem menjünk bele, hogy mennyire fontosak ők, illetve hiányuk. Legalább annyira rossz lesz majd, mint a méheké, de ez egy másik történet, erről tudnál egy székfoglalót tartani 20 percben két levegővel. Ilyenkor helyezzük ki a madáretetőket, vagy ha jól tudom, ezt már megtettétek decemberbe, különböző bölcsödék iskolák irányába, hogy azért segítsük őket nyilvánvalóan, hogy jól átteleljenek, és ne szaporulatban, illetve a példányszámban ne legyen hiátus. Ugye 2023 évvégén sikerült a madáretetőket beszereznünk a bölcsödék részére, hogy egy picit megcsúsztunk, úgyhogy ezért elnézést kérünk a bölcsödéktől, de 2024. januárjában most, tehát idén szeretnénk kiosztani nekik minél hamarabb. Minden bölcsöde kap kettő madáretetőt, és adunk hozzá ellenséget is, hogy a gyerekek így minél fiatalabb korban már tudják, hogy mennyire fontos, hogy megtudják, mennyire fontos a környezetvédelem, a természetvédelem, valamint egy picit a felelősség teljes magatartásra is neveljük őket ezzel, hogyha elkezdjük etetni a madarakat, akkor bizony majd minden télen etetni kell őket. A faültetési program is példaértékű, én azt mondom, nem csak minden születő gyermek után egy-egy fát, hanem ugyanezt a Győrszól végzi, de nyilván a ti, illetve a szakemberek szakmai intenciói alapján most magas ágyásban is gondolkoztok, hogyha jól tudom, mert tényleg ez fontos. Képzeld, megtudtam például dr. Buruzs Adrientől, akivel ugye együtt dolgoztok, ő az egyetem adjunktusa, hogy karácsonyfa esetében beszélgettem vele, én ugye azt hittem, hogy a labdacsos fa, ami most menő, ja Istenem, szépen visszarakjuk, és mondja, hogy nem, hanem a viszonylag magas, tehát már sokat élt karácsonyfa jó, mert az már túl van ugyan a pályafutás a zenitjén, kellő mennyiséget fotoszintetizált, ez legyen a szoba éke, dísze, mint karácsonyfa, és utána eldobjuk, mert a úgymond gyökeres fa, annak nagyon hosszú idő kell, hogy nyilván nem ugyanoda lesz visszahelyezve, visszaültetve, ezért neki aklimatizálódni kell. Én ezt nem is tudtam, Etelka, örülök, hogy elmondhattam neked, te nyilván tudtad. Hát köszönöm szépen az információt, én is hallgattam. Annyi, igen, én is egyetértek vele meg, hogy inkább a fenyőfát vegyünk, ha már veszünk. Utána néztem én is, mivel ugye ezeket hogyha valakinek nincs lehetősége elültetni utána a fát, tehát olyan fát venni, akkor is a fenyőket azért ültetik, meg nevelik, hogy utána karácsonyfa legyen belőlük. Tehát a vágott fenyő, tehát, igen. Igen, a vágott fenyőre gondoltam, de visszatérve a magas ágyásokra,
Az a tervünk, és remélem, hogy sikerül is megvalósítani, hogy láttuk itt az óvodákban is, hogy problémát jelent, hogy nagyon mennek tönkre a fák, tehát öregszik a faállomány, ki kell vágni a fákat, ezért szeretnénk azzal segíteni majd az óvodákat, hogy mi biztosítanánk oda a fákat, tehát ültetnénk fákat, valamint ha sikerül megvalósítani, akkor magaságyást is szeretnénk, és így a környezeti nevelés is megkezdődhetne akár minden óvodában. Etek a rengeteg kérdésem lenne, de így évelején azt mondom, hogy még egy picit pihenj, már amennyiben a rendszer megengedi, bár ugye mi vagyunk az a város, aki 2020. január 26-a óta, ugye a dr. Dézsicsa Bandás polgármestersége regnálásának első hetén megalakította ezt a környezetvédelmi osztályt, illetve bizottságot. Osztály talán már volt is, de egy külön osztály nem, hanem csoportként funkcionáltatok, ugye, ha jól tudom? Hát ugye én is... Úgy kerültem ide a Dézsi Csaba András polgármester úrnak az idejében az önkormányzathoz. Először csoportvezetőként és a Környezetvédelmi Bizottság titkáraként. Így Előtte van. Nem volt csoport, hanem még jó még pár csoport évvel sem ezelőtt, volt. Ja, talán 15-20 évvel ezelőtt volt környezetvédelmi iroda, de aztán annyira sok munkánk lett, és a munkánk elismeréseként osztály lettünk, és én lettem az osztály vezetője, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a bizalmat, meg a támogatást mindenkinek. Én pedig garantálom, hogy amíg én itt dolgozom, meg különböző médiafelületeken, akár preventív, akár magáról a rendezvényről, vagy annak utóéletéről be tudok számolni, akkor én ezt megteszem, mert ez nekünk kutya kötelességünk, az, hogy éppen milyen politikai erőt képviselünk, meg támogatjunk ettől teljesen függetlenül, mert a környezetvédelem valóban mindenkinek a szívügyének kellene, hogy legyen, még akkor is, ha nagyon sokan nem érzik ezt így, holott azért mi ebben a bolygóban, ugye 8 milliárd vagyunk, viselkednünk kellene, én úgy érzem, mert tényleg 24. órában vagyunk. Herman Etelkák pedig nagyon-nagyon kellenek, és ezt most tényleg őszintén mondom. Isten tartsa meg ezt a jó szokásodat, és jó egészséget kívánok ebben az évben is, boldog új évet kívánva, így pár nappal szilveszter után. Köszönöm szépen, igyekszem kitartani a 2024-es évbe is, és segíteni mindenkinek a munkáját és a környezetvédelmet. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.